Na jó reggelt kívánok mindenkinek! Március 16-án reggel. Megint egy hosszabb eszmefuttatással kezdeném. És van idő pofázni, mert van egy órám az indításig. 7 óra van. Aztán ilyenkor lehet dumálni. Na lényeg a lényeg, hogy a tegnapi terfiles hozzászólásomra reagált Kocsis Pisti barátom, szintén gépkezelő, kiváló gépkezelő, hogy van 6 méter széles tekercs is belőle, meg szövött is, meg ilyen-olyan amolyan, és hogy őnek is az a tapasztalatok vele, hogy még ennek ellenére is előfordul, hogy helyet cserél a sár meg a kress. Néhány dolgot ezzel kapcsolatban hozzáfűznék. Én amikor Magyarországon dolgoztam, ő autópályaépítkezésen dolgozik főképpen, nyilván ott más a technológia, ott nyilván 6 méter széleset használnak, itt egy ilyen úton, mint amit előttem van út, ami 3 méter széles, 4 méter széles, nem használnak 6 méteres tekercseket. Autópályaépítkezésen több sávos utatnál nyilván használnak. Ez egyik. Meg hát többféle fajtát is, itt kétfélét láttam, mondom ezt a fehéret, meg ezt a feketét, másfélét nagyon nem. A másik pedig, hogy tapasztalat az, hogy olyankor szokott helyet cserélni mégis a sár és a töltő, az út alap, hogyha nem crash. Elmondom, miről van szó. Ha egy út alapot, akár ha rá is teszik az aszfaltot, de nincs rajta alatt a beton, csak az út alap van, hanem valamennyi rugalmasnak kell lenni. Az útnak a rugalmasságát többféleképpen biztosítják, például autópályákon úgynevezett CKT-t tesz, remélem, hogy 60 cm vastag, nagyon-nagyon gyenge beton, ilyen, alig van benne cement, egy ilyen, és össze kell, hogy törjön, és az adja az útnak a rugalmasságát. Tehát az útnak vagy rugalmasnak kell lenni, vagy olyannak, hogy abszolút ne legyen rugalmas, akkor pedig vasaltbeton tesznek alája, aztán vagy tesznek el aszfaltot, vagy nem, mint az M0-as, ott nem tettek el aszfaltot, csak simán a beton van, beton a pályatest, de bevasalt, és annak nem szabad rugalmasnak lenni, egy kicsit sem. Mert az bevasalt beton. Na most, tapasztalat az, hogy Magyarországon nagyon sok helyen használnak úgynevezett meddőt, vagy pedig sódert a terfil fölött. Nem jó. Nem jó, mert gömbölyű. Mert az az anyag, ami nem tud összeékelődni, ami nem tud összeállni, már pedig a gömbölyű kavics nem tud összeállni, egyszerűen lehetetlen megtömöríteni úgy a sódert, a meddőt. A meddő az olyan sóder, ami agyaros egy kicsit. Tehát amit mondjuk a nyílszíni sóderbányából, ami a nyílszíni, tehát ami nem a Dunából szedik a sódert, hanem egy bányából, egy földterületről, akkor leholják a tetejéről a meddőt, az úgynevezett haszontalan sódert, ami nem jó betonkészítésre, ezt szokták útalapnak tenni. Mi is tettünk elég sokat. Csináltuk ilyet. És belevág a kerék, mert a gömbölyű kavicson, másik gömbölyű kavics elcsúszik. A crashnél is az a lényeg, hogy mint ahogy mondtam, a por, és hogy megfelelő mennyiségben össze tudjon állni. Ha nem tud összeállni valami miatt, például, amikor én ott hagytam annak idején az építőipart Magyarországon, a Dunatárt csináltuk, ez 20 évvel ezelőtt volt körülbelül, a Dunatát csináltuk Csepelen, és ott használtak ahol láttam ezt a crash, úgyhogy crash-el gépet, ami összetörte a betont. Viszont úgy csinálták, hogy csak az öklömnyi nagyságú betont használtuk fel az út alá, nem volt benne por. Ki volt osztályozva belőle minden, ami kisebb öklömnyi nagyságnál, volt egy ilyen, mit tudom én, egy tólik határ beállítva, egy ilyen 8-tól 15 centig maximum átmérőig, és ilyenre törte a betont, és ami az alatt volt, mondjuk a 8 centis átmérő alatt, ami volt, azt a ki rostálta. Így lett egy ilyen beton zúzalék, amit alá tettek a terfül fölé, tettek,
rájöttek ők arra, hogy ez szar így. Próbálták menteni a menthetőt, és meghintettük a tetejét homokkal, hogy valamennyire kitöltse a beton darabok közötti hézagot. Nyilván egy 30 centi vastag terítésben az a homok nem fog lemenni az aljáig. Elkezdik járni az autór, mi történik, le lett aztán aszfaltozva a teteje természetesen, tehát letettük a terfilt, rá ezt az osztályozott crash-t, megszórtuk homokkal a tetejét, és arra ment az aszfalt. Igen ám, elkezdték járni az autók. Mi történik, ugye ez ide kamionok jártak oda be, tehát nagy súlyú autók. Az történik, hogy elkezdik a mozgás miatt, elkezdi őrülni egymást a két szomszédos, amivel összeér a betondarab, elkezdi őrülni egymást, és elkezdi a ilyen por szemcsét, aztán az, amit megőrülnek por, az szépen ki fogja tölteni a hézarokat, csak meg is fog süllyedni az út. Hiszen a térforrat már egészen más, hiszen nem lesz levegő közötte. Az a levegőt, ami közötte van a hézarok között, betölti a por, ami csak ott olyan nyomvájú lesz, mint állat. Ott olyan nyomvájú lesz. Tehát ez volt az egyik buktatója neki. A másik, ugye, én az építésben dolgozok. Nyilván itt, hogyha csinálunk azért ilyen kamionok, mint ami itt most előttem van, ilyen nagyon ritkán jön be egy munkaterületre, hoznak anyagot, bejön, de a mellékutakra nem mennek be, oda a forklift hordja szét. Nyilván egy autópálya építkezésen akármennyire egy sárba próbálnak utat építeni, ott olyan súlyú gépek járnak, ami előfordul, hogy annyira megterhel még akár a crash-t is, hogy helyet cserél a terfil ellenére helyet cserél a sár és a crash. Az autópálya építkezés más műfaj. Én soha nem dolgoztam autópálya építkezésen, ott sokkal nagyobb súlyú gépek járnak, sokkal nagyobb súlyú teherautók járnak, sokkal más a terhelés annak az útnak, és az út alapozás is teljesen más. Az út alapozás teljesen más. Itt szintén más. Itt a lakóparkokban vannak ilyen utak, lenyomjuk alá a terfilt, rá a crash-t, megjárjuk, hengerelve, stb. Ha netán nem teszünk el még aszfaltot, mint itt, hanem csak a crash-t használjuk, mint ahol itt járok például, ahol járok be ide a magam mögött levő területhez. De itt elég jól össze van állva, tegnap is kapartam föl, látszott, hogy kapartam föl, hogy milyen anyag, milyen kemény. Úgyhogy itten teljesen más a pálya. Az a helyzet, hogy ahány gépkezelő van, annyiféle pályát fut be, annyiféle munkaterületen dolgozik, és teljesen más tapasztalataik vannak. Nyilván nekem is más a tapasztalatom ebben a terfél és crash ügyben, mint mondjuk a Kocsis Pisti barátomnak. Na, ennyit akartam mondani erről a témáról. Amiről még akartam beszélni, tegnap szóba került a Kulékavics. Ezt egyébként úgy írják, hogy Coule, ez egy francia szó. Coule, úgy írják. Lényeg a lényeg, hogy ez egy ilyen öklömi nagyságú, gömbölyű, mint gömbölyűre kopott, víz által, ahogy görgeti a víz, gömbölyűre kopott kövek. Ilyen öklömi nagyságú, ilyen 5 centitől 10 centi nagyságig. Szemcse nagyságig. Ezt hívják Kulékavicsnak, ezt tiszt kirostálják a sóderból, mert a betonban ez túl nagy. Ezt kirostálják. Mit hoztál barátom hőszetelőből? Tédlát. Kamionos srác. Most ponyvázza le. Aztán tédlát az ott. Na minden lényre lényeg, hogy mire használják ezt legfőképpen. Beszélnünk kell a csatornázásnak egy nagyon fontos eleméről, a mély csatornázásról, amikor 6 méter, 4-6 méter mélységbe viszik a csatornákat. Általában ez az a határ, ami még viszonylag, ennél mélyebbet már általában fúrnak,
vagy sokkal, sokkal nagyobb más technológiával csinálni, attól, hogy meg az átmérő a cső. Na nem ez a lényeg. A csatornázás legnagyobb ellenfele, ellensége a víz, a talajvíz. A talajvíz a legnagyobb ellenség a csatornázásban. Hogyan lehet, vízben nem lehet lerakni a csatornát, mert a betoncsövet is felemeli a víz. Egész egyszerűen a víz felemeli a csövet, a betoncsövet is. Vízteleníteni kell az átot, amivel csatornát levettetni, a betoncsövet és bármilyen csövet. Vízteleníteni kell. Nyilván azért Budapesten, pláne a pesti oldalon, ahol, ami homok jóformán, majdnem mind, ott nagyon magasan van, viszonylag magasan van a talajvíz. Na, lényeg, ugye homok be tud menni. Na minden lényeg a lényeg, le kell valahogy vízteleníteni. Mivel kezdik a vízteleníteni? Mi hogyan kezdünk egy utcának, ahol éppen most csatornát fogunk ásni, mély csatornát, 6 méter mélyen, dúcoltárokban, tehát nem rézsűben megnyitva az árok, mert nincs annyi hely, ha erre egy kicsi kis utcáról van szó, mély csatorna 6 méter mélyen, dúcoltárokban. Mivel kezdik a víztelenítést? Kérem szépen, bemennek minden lakásba, a környéken, és minden háznak a falát, kívül, belül, minden szoba falát lefényképezik. Lefényképeznek minden lakást, kívül, belül, minden repedést, mindent. Az a lényeg, hogy minden repedést le legyen fényképezve, ugyanis a víztelenítés az átrendezze a talaj szerkezetét, és előfordult, hogy a házak megsüllyednek. Hiszen kivettük belőle a talajvizet, ez előfordulhat. Tehát le kell fényképezni minden házat, hogy ne legyen utólagos reklamáció, hogy kérem szépen ez a repedés ez azért keletkezett, mert leszíták a környéken a talajvizet a csatornások, és akkor kártérítés, stb. Ha repedés van, nagyobb repedés egy házon, még a vízszentés előtt, akkor azt csinálják, hogy a repedést áthidalják egy ilyen üvegcsíkkal. Gipszel feltesznek a repedésre egy üvegcsíkot, ami azért kell, hogyha nő a repedés a víztelenítés miatt, akkor az üveg azonnal elpattan. Hiszen az üveg az nem tud hajlani. Az a legminimálisabb repedés elkezd, ha a repedés elkezd nőni, az abban a pillanatban elpattan. És arra lehet reklamálni, hogy ez a víztelenítés miatt van. Ez ilyen egyszerű. Ilyen üvegcsíkokra láthidalják a meglevő repedéseket, hiszen azt le lehet fényképezni a repedést, de hogy az mostan a nőtt vagy nem nőtt, az már aztán vita tárgya. De ha általában így két végét gipszbe beágyazzák és rátapasztják a repedésre keresztbe, ennyi az egész. Na most, amit ez megtörtént, akkor eldöntik, hogy mostan, vagy akkor már el van döntve, hogy most a csápos kutakat fúrnak le, Siemens kutakat fúrnak le, vagy nyílt víztartással viszik. Ha csápos kutakat fúrnak le, az a körülbelül olyan 2 colos 5 cm átmérőjű csövek, vascső, az egyik végén, a lenti végén, ami lekerül 6 méter mélyre, hosszába be van vágva, vagy a végéről szívja, de egy ilyen szita szövet is van rajta, ami megszűri a homokot. Lényeg az, hogy egy szívó fej van kialakítva az alján, hogy a vizet tudja szívni. Ezt lefúrja egy fúrógép, leteszi ezt a csövet fél méterenként a dúcolt árok mellett. Fél méter az ároktól és fél méter sűrűséggel. Ezt összekötik ezeket egy mellette vezetett főgyűjtő csővel, mert egy szivattyúházzal, és a szivattyúház éjjel-nappal a nap 24 órájában szivattyúzza ki a talajvizet ezeken a csápokon keresztül. Vagy, mit tudom én, 5-10 méterenként tesznek le egy 20 cm átmérőjű csövet, ami a Siemens gút, úgy hívják, és akkor azon szívják le vizet, ezek mind ugyanígy összegyűjti egy főgyűjtőbe, szivattyúház. A szivattyúház az egy ilyen egytengelyes, vontatható, ilyen villanymotorral hajtott szivattyúk vannak benne, az szívja a vizet.
Na, ez a víztelenítés egyik formája. A másik formája az úgynevezett nyílt víztartással való víztelenítés. Nincs csapos tud, nincs Siemens tud, nincs szivattyúház, nincs semmi. Kiássák 6 méter mélyre az átlót, annál mélyebbre egy 30-40 centivel, és kulékavicssal meghintít az alját, és a, mondjuk mit tudom én, egy olyan 10 méterenként, 20 méterenként, attól, hogy mennyi a vízhozam, félbevágnak egy 200 literes hordót, kiugratják az oldalát, leteszik az árokba, beletesznek egy búvárszivattyút, egy bibószivattyút, úgynevezett búvárszivattyút, amit a vízre be lehet meríteni teljesen. Ugye mindenki ismeri, mert házaknál is vannak ezek a búvárszivattyúk, egy kisebb locsónak róla, ugye, ha kutak vannak, amit bele lehet meríteni a vízbe, de ezért nagyon magra képzeljünk azért el, mit tudom én, egy ilyen 60 centi magas, 30 centi átmérőjű nagy szivattyúra képzeljünk el. A tűzoltó tömlő, tehát olyan víz, ami kiemel, az tűzoltó tömlőn jön fel az árokból. Tehát ilyen nagyságú szivattyú képzeljünk el. Tehát nem egy slagról jön fel a víz, hanem egy tűzoltó tömlőn. És ott a tűzoltó tömlőt elvezetik valahova árokba, ide, oda, amoda. Ha közelben van valamilyen már lecsatornázott terület, akkor oda. Teljesen mindegy, de valahova ezt a vizet elvezetik. De magához a bibószivattyúkhoz, oda a kulékavicsban megy el a víz. Tehát az vezeti oda. Ezen állnak meg az emberek, ezen dolgoznak, ezen fektetik. Utána a csövet fektetnek, erre betont tesznek, valamikor sineket is tesznek bele, és akkor azon húzzák a csöveket a sineken, összehúzzák a csöveket, az is egy tetlórai forma. Egy helyen nem ott rakják le csövet, ahol összerakják őket, hanem egy helyen egy darú lerakja, és egy csörlő összehúzza a csöveket a betonba beépített sinen. Ilyen, a sinek ilyen U-vasak, meg megfelelő távolságra be van betonozva, és ezen csúsztatva egy csörlő összehúzza a nagy átmérő csöveket, mint egy méter átmérő csöveket, most egy példát mondtam. De lényeg az, hogy a kulékavics, ezt mind általában mindig ilyen szűrésre használják. Utat építeni nem jó belőle, pontosan azért, mint az előbb mondtam, hogy mozog egymást, gömbölyű, és nem tud egymáshoz, még ha homok van közte, sem tud egymáshoz ékelődni, mert gömbölyű. Mint ahogy a meddő sem jó útépítésnek, a sódert, lehetetlen a sódert például megtömöríteni úgy, a murvát, ami kő, ami zúzott kő, a murva, az sokkal könnyebb megteríteni. Tehát itt ugye van a sóder és van a murva. Mi a sóder? Az, ami gömbölyű kő, homok, és van a murva, amit kőbányákban robbantással termelnek ki, ilyen mészkő, ilyen éles kőpor és kődarabok, picit is kődarabok, de az éles, tehát az nem gömbölyű, látott már mindenki talán, abban betont is lehet belőle egyébként, van nagyon jó beton van belőle murvából, csak nem nagyon használják. Lényeg az, hogy a murvából is viszonylag jó utat lehet csinálni, de igazából a trash, ami jó anyag rá, amiben viszonylag elég sok por van, és mindenféle szemcsanadság. Tehát az a legjobb. Persze, autópály építkezéseken ugye kamionok járnak rajta, iszonyatosnak viszik a betont, stb. 30-40 tonnákat. Nyilván azért, ha nagyon sáros alul a talaj, az nem fogja meg. Még a izé sem, még a terfél sem fogja meg a sarat, hogy föl ne jöjjön. Tehát ilyen lápos szar területeken nyilván. Itt azért más a helyzet, ilyen utakon ugye mit
A láztalap egyébként nem nyom rajta lófasz sem, tehát nem a láztalap teszi fogja, nem a láztalapra a terhelése, egy láztalap nagyon-nagyon kicsi a terhelése. Annyira elosztja a súlyt a láztalap, egy kamionnak bármikor, még egy üres kamionnak is nagyobb a talaj nyomása, egy üres kamionnak is, mint egy 25 tonás gép láztalpának. Gondoljunk bele, hogy a kerék, a gumi milyen felületen érintkezik a talajjal, és milyen felületen érintkezik a láztalap. Több négyzetméter. Több négyzetméter, amin a láztalap a talajon fekszik. Úgyhogy... Hát ennyit akartam csak mondani nagyjából. Aztán csak biztatni tudok mindenkit arra, hogy kérdezzen. Aztán próbálok válaszolni. Tégy látszott az a jó barát. Mennyire látszik. Tele van téglával. Talán most látszik valamennyire. Tele van téglával. Na. Hát erről van szó. Ennyit egyelőre. Na itt elég mocsoros, ingoványos a talaj, hát nem tudom vele mit csinálni. Itt van ez a 10 méter, elég szar. Annyiszor átforgattam, meg raktam bele stresszt, meg minden, de hát olyan, amilyen, amely normális, azért nyomja nekem, mert keresztül jön. Amely normális, az nyomja nekem, keresztül jön. De nem is ez a probléma, hanem hogy kimegy. Nem, hogy kimenne a szárazra, a keményre, nem. Pont ahol a legpuhább, ott megáll. Mert akkor adja le ízét a zsugrát az ízének a menetlevelet. Az embernek, aki számolja itt az autókat, akkor ott adja le, nem hogy kimenne, nem hogy előre menne 5 méter, 5 méterről van szó, nem, megáll a puha legközepén. Megindul, és a puha résznek a legközepén megáll. Szilját Norbi barátommal beszéltem az előbb éppen. Kapott egy vadonatúj 13 tonás kötekpillárt. Most avval nyomul. Remélem, hogy egyre jobban megszereti ezt a szakmát. Mert ettől még messze van. Már dolgozni tud vele, csak még nem tudta megszeretni. Ebben a szarpában valami nehéz elindulni, de utána viszont már gyorsan jönnek a sikerélmények, és utána egyre jobb lesz, egyre könnyebb, egyre jobb, hogy az ember minél halad előre az idővel, utána már gyorsan jönnek a sikerélmények. Induljál, várd meg, míg kimegy a forklift, és megáll, bazd meg, és tudtam, hogy megáll. Mondom, ne indulj el, várd meg, míg kimegy a forklift, és menjél ki a keményre. Nem, bazd meg, nem, megáll a puhán, és most meg kínlódik, bazd meg, nézd meg.
Nem hiszem el. Nem hiszem el. Ott a legkuvább. Ott a legkuvább. Na. Akkor még nem tudom, jön a másik. Tegnap nem jól fordítottam, mert nem lehetett látni, mit tettem tegnap. Így egyszer jobban befordítani a kamerát. Mai reggelmet megmutatni. Kérem szépen, jön vagy nem jön másik? Mosolás túrós palacsinta. Lengyeletek ez valami nagyon finom kajájuk. Isten kevesen finom. Négy palacsinta, 40 deka, úgyhogy nem kis adar. Nem kis adar. Jön a következő teherautóm. Akkor föl sem bontom. Fősebb ott azt mondja, ez a három elment, ez a negyedik, még talán egy van. Öt szokott jönni, az utána egy a másfél óra, amíg visszajönnek. Hát én megint meg kell csinálnom az utat pedig. Thank you.
Na, menj nájjá, bazd meg. Menj nájj. Megy áll, bazd meg. Beszarod. És megy áll. Van-e még egy, elvileg még ennek kell lenni, egy ötödiknek. Egy ötödiknek kell lenni. Utána majd elment, ha megtaláltam, ebből a crashből, ami itt van, a kövesből. Olyan, amilyen. Nem van majd rakod. Nem jön még egy. Már második nap, hogy a művezető ott ül a géppel, egyik gépkezdel, ő kiesett a sorból. A művezető dolgozik a géppel. Már a második nap. Kis géppel ott bent. Jön vagy nem jön? Na mindig kivontom a lacsintát, ezt le tudom tenni ide magam mellé. És jön az ötödik. Jól van. Ne állj meg, bazd meg! Nem hiszem el. Tudtam, hogy bazd meg beleáll. Meg kéne csinálni. A tájfant az ott.
Ez is már az a terfil, azért ilyen szalagos, ez hülyebben ennyire, is már az a terfil, fel lett szedve kicsában. Tényleg kellene egyet lepillentetni. Ez így a Type 1-nak, ami azt jelenti, hogy Type 1 egyes osztályú anyag. Egyes számú anyag.
ezt így a aszfaltozás alá szokták rakni közvetlenül. Keresés az aszfalt közé. Legyen közötte valami finomabb ilyen kőzet is. Dumper, come bricks. Dumper, come bricks. Dumper. Dumper. Yeah. Dumper. Tip of here. Tip of here. On a field. That you see that. Yeah. Tip of here. It's come here. Yeah, yeah. Thank you.
majd látjuk. Ide kéne még egy, hogy elnézem. Nagyon szeretik ezt a önjáró darut, aminek nincs fülönfülke, hanem a darufülkéből irányítja az egész szerkezetet. Tehát nincsen neki külön darufülkéje, vagy külön vezetőfülkéje, hanem csak darufülke van, és ezek így közlekednek az utcán. Ez nagyon szeretik ezt a fajta darut itt, de legyenek van belőle. Akkor hogy járunk akkumulátorral? Hát még talán kibírja. Megpróbál bedugni a hoverbarkot. Hoverbarkot bedugjuk. Elmentőt autó, ennél több nem hiszem, hogy lesz. Nézzük meg. Most tettek neki harmadszor a reggelinek. Jól van. Na, gratulálok. Szépen. Azért tudnak valamit rendelni. Most látszik, hogy a kémét, vissza az állt kémét, a forklift. Ez az állt kémének van a ház tetején, nincs benne kötve semmi, csak ilyen jól néz ki ennyi. Van egy üvegszálas belső tok, amilyen centiméter vastag, vagy centiméter vékony, tégy a csitok rá van a ragasztva. És ez az álkemény, ennyi.
ráültetni a tetőnyelegre, azt ennyi. Nincs belekötve semmi. Minden Angliában, minden kéményen kötelező egy ilyen sípot tenni, egy ilyen hosszan meghosszabbító agyagból, a kőagyagból, látni a kémelyeken, agyagból, kiégetett agyagból, egy sípnak kell lenni, egy hosszabbításnak. Ennélkül tagjában nincs kémely. A húzatnövelő vagy valami szerepet betölt. Magyarország is tettek valamikor néhány nagyon régen házakra ilyen húzatnövelő sípot, ami eternitkőből volt, és oldalt meg volt nyitva, hogy ferdén felfelé, három vagy négy helyen. Ilyen lefelé, ferdén lefelé csövek voltak rajta, és a szél, ahogy belekapott, hogy az nagyobb húzatot csinált. Azok ilyen húzatnövelő sípok voltak. Ez is valami hasonló szerepet tölt be. De nincs Angliában olyan kémény, amit ne lenne ilyen hosszabbítás. Pilom, a palcinta, pilom. Lengyelben nagyon jó sütemények vannak egyébként. Mátos sütemények. Nagyon finom cukrászatuk van. Meg hát a lengyel vajkaramella az maga a legenda. Tudjátok, az a boci van rajta a papírján. A lengyel vajkaramella az önmagában
a legenda. Megben ezek a parasitában jól lehet adni. Ki van nyújtóztatva már a terec, ez valószínű tetőszerkezeteket, most másra rúgjam fel, most olyan fa kalodákat rak most fel, ami ott van, ami a fa mennyezet gerendák között a merevítést tartja. Tehát az az a feladata, amit most felrak, hogy ugye ezek az élére állított fél centiméter átmérőjű puszdorjából megcsinált tetőgerendák, mennyezetgerendák pontosabban, közé beteszik, hogy a mennyezetgerenda oldalirányban ne tudjon elmozdulni. Hogy az csak és kizárólag fölülről tudja terhelést adni, és ugye az ilyen átmenet 20 centi hosszú, fél centi vastag, és olyan irányban lehetetlen eltörni, iszonyatos erős, akár nézni fél, akár ha még akkor is a fél centi vastag, gondoljunk, mert sokszor voltam példának, gondoljunk bele egy jégkrém pácikába, amit a lapja irányában bármikor eltörsz, próbáld eltörni az éle irányába. Nem fog sikerülni. És az csak egy jégkrém pácika. Szóval ezekkel merevítik ki, hogy oldalán el ne tudjon mozdulni, azt utána gondolom, hogy rakja fel az izékat, a tető elemeket, a szalufákat, azokat, amik ott vannak állványon, akkor hívnak csak darut, azért mondom, akkor hívnak csak darut, ha ilyen tetőszerkezetet raktak fel. Akkor így nagy sok darut. Na. Meg ezt mondom mostanában, hogy ezt amit most felraktak, akár a Fortress is felraktná, ez nem kell darú. Ez nem kell darul, csak hogyha már itt van, akkor gondolom felragadják vele egy szép kis terex darú. A darú fülkéből van az egésznek a kormányzó, mozgató szerkezete is, tehát nem úgy van, mint más darú, hogy tudjátok, vannak egy fülké elől, amivel irányítja, tehát úgymond előre-hátra megy a darúval, meg közlekedik vele,
mert plusz van a darufülke, amiből csak a darut irányítja, itt egyben van a kettő. Tehát ott előtte, ott van a kormánykerék az ember előtt, ahogy ül a darufülkébe. Ott van előtte. Ez egy nagyon elterjedt daru típus itt. Nagyon elterjedt daru típus. Menés jött az autóm. Na nézzük, hogy tud keresztül jönni ezen a téglás cuccon. Stráda kérem szépen, Stráda. Valamivel jó, hogy belevágja az él, majd akkor bereket sok bőzként odalról.